Negyedik alkalommal rendezi meg a Kenesem Arena Port Vízi Sport Egyesület az Opel pénteki regattákat, és az idén első alkalommal J24-es hajókkal versenyeznek a résztvevők. Ez azt jelentette, hogy be tudtunk engedni idegen hajókat is a versenysorozat alatt, tehát nem csak az a 6 hajó szerepelt, amely a mi tulajdonunk, hanem más hajók is játszottak, de az első 6 jutott be a döntőbe, ami most zajlik. Júniusban, júliusban és augusztusban is 3-3 forduló volt, tehát összesen 9 fordulót vitorláztak a résztvevők, és hát júniusban kaptak alappontokat, júliusban ennek a dupláját, augusztusban pedig a tripláját. Ennek az az értelme, hogy azok, akik nem ismerik az osztályt, legyen lehetőségük ezt megtanulni, és a végén, augusztusban, amikor már tényleg komoly a tét, akkor már jól tudják kezelni a hajójukat. A döntő lebonyolítása az úgy zajlik, hogy 8 futamot vitorláznak itt a versenyzők 3 nap alatt. Mi ehhez hozzáteszünk még 2 virtuális futamot, ami a bajnoki sorozat végeredménye, tehát Majtény Szabolcs, aki ezt megnyerte, a bajnoki sorozatot, az 2 első helyen kezdte ezt a versenyt. Ritkei Botonda címvédő 2 másodikkal, és így tovább. A Botonda a családi kötelék kapcsán nem próbált elüncsiholni. Nem tette neked szemrehányást, hogy miért nem olyan versenyt szervezel, amit ő nyer? Hogy nem, megpróbálta természetesen. Ugyanoda jutott, mint gyerekkorunkban, amikor foci meccset vívtunk. Nincs esélye. Ez a verseny úgy van megszervezve, hogy mindenkinek egyforma az esély. Minden fordulóban mindenki másik hajóval megy a döntőbe, és cserégettük a hajókat, és hát közösen döntöttük el, hogy milyen rendszer szerint, tehát teljesen egyformák voltak az esélyek. Az előző 2 napon erős északi szél fogadta a kenesei döntőmezőnyét, így augusztus utolsó napjára már csak 1 futam maradt, amit élő közvetítés segítségével a helyszínen és interneten is végigizgolhattak a nézők. Az már a gyengébb szél miatt másfél órásra nyúló futam előtt is biztos volt, hogy Solc Imre, Nagyer Attila és Ritkei Boton után idén is új bajnokot avatnak a címvédőt legyőző Majtenyi Szabolcsék személyében. Viszont csak az utolsó másodpercekben nőtt el, a J24-ben rutinosabb és a Detre fivéreket végül centikkel megelőző Nagyer Attiláék javára a 3. hely és így a 3. Opel Agila sorsa. Autókat adunk ugye használatba 1 évre, az üzemanyagon kívüli többi költséget mi viseljük, az üzemanyagot meg a nyertesek. Ez egy vadonatúj autó, még én is nyaralás után vagyok most, pont ezekben a napokban. Jövő héten vezetődik be az autó. Édesapám már vezette ott a telepünkön, úgyhogy mondta, hogy jó kis autó, úgyhogy nagy reményeket fűzünk hozzá. Egy viszonylag lassú hajó, tehát más taktikát igényel egy kicsit, mint azok a hajók, amikkel én megyek. Mennyit gyakoroltatok rá? Hát semennyit, beültünk és mentünk. Végül is a selejtezők majdnem mindegyik fordulóján indultunk. 2-szer nem én kormányoztam, hanem a Forgos Tamás. És hát így azért elég hamar összecsiszolódott a társaság, illetve hát asszóba együtt vitorlázunk, úgyhogy ezért mi ismerjük egymást, és tudjuk, hogy ki mire képes. Miért döntöttetek úgy, hogy ezen a versenyen indultok? Hát pont azért, mert hosszú futamok alatt lehet elérni a végéhez, és igazából kis energia ráfordítással, tehát minden péntek délután kellett elszakadni más feladatoktól, úgy egy nagyon jó versenyre lehetett részt venni.